2021. július 27-től lehetett megtekinteni a Mi halkók alap készítése, Horváth Katalin műhely fotói 1999-ből című kiállítást a Semsey Andor Múzeum emeletén. A kiállítás augusztus 21-ig volt látogatható. A megnyitó ünnepségen készült felvételeket láthatják a következő percekben. Kezdjük sokan, jó estét kívánok! Nagy örömömre szolgál, hogy ilyen sokan összejöttünk itt. Külön meg szeretném köszönni ugye Erdei Katalinnak, hogy ezt a nagyszerű anyagot egyrészt a rendelkezésünkre bocsájtotta, illetve külön köszönteném természetesen az érintett Mi halkó család megjelent tagjait, valamint örömmel látom, hogy több szakmabeli is volt múzeumigazgatók, képviseltetik magukat ezen a tárlaton. Én annyit fűznék ehhez a tárlathoz a magam részéről, hogy ugye nem szeretnék ilyen toposzokat itt felidézni, de azért Veres Péter örökérvényű gondolatát, hogy ide kell hoznunk a nagyvilágot. Hát nem mindig kell idehoznunk a nagyvilágot, mert itt van. Nagyon jó szórakozást kívánok a tálathoz. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Elsősorban ugye a Mi halkó család tagjait, akik megjelentek ezen a kiállításon. Köszönöm szépen. És Horváth Katalint, akinek köszönhetjük ezt a remek tárlatot. Megörökítenek, írja Nagy László Mennyegző című 1964-es nagyhatású versében a fényképészekre, fotóriporterekre utalva. A versbe persze egészen más összefüggésben és egészen más millióban jelenik meg a fotográfus, mint a jelen kiállításon, de a megörökítés gesztusa mindkét esetben kulcsfogalom. A fotográfia történetét a fényképezés technikájának feltalálásától kezdve természetes módon kíséri az arcok, alakok, öltözetek, később az események megörökítésére való törekvés. A megrendelők oldaláról ez az adott pillanat élethelyzet rögzítésének, megörökítésének igényeként jelentkezik. A fényképezés feltalálása előtti időkben csak kevesek kiváltsága lehetett, hogy személyes vonásaik portrék formájában megőrződjenek.
A képkészítés technikájának nagyütemű terjedése, az egyre gyorsabbá és egyszerűbbé váló eljárások elhozták a megörökítés gesztusának demokratizálódását, hiszen rövid időn belül széles társadalmi rétegek számára vált elérhetővé a portrékészítetés, a fényképezkedés. A kibontakozó néprajztudomány jeles művelői hamar felismerték a fényképezésben rejlő lehetőségeket. A magyar etnográfusok, többek között Reguri Antal, Orbán Balázs, Jankó János európai viszonylatban is elsőként használták terepmunkáik során a fényképezőgépet. A korabeli súlyos szerkezeteket olykor erre a célra megfogadott teherhordók vitték utánuk. Itt jegyzem meg, hogy Gönyei Ébner Sándor, aki szintén a magyar néprajztudomány egyik klasszikusa, Balmazújvároson is fényképezett, körülbelül 10 000 felvételt készített, amelyeket a Néprajzi Múzeum őriz, és ezek közül a Mihalkó család tagjait is fényképezte a 30-as években. Tehát korán rájöttek az etnográfusok arra, hogy a fotográfia a néprajzi adatok rögzítésének, megörökítésének a legalaposabb leírásnál is pontosabb és hitelesebb eszköze lehet. A kezdetekben legnagyobb számban a népi öltözeteket és a népélet színes, látványos jeleneteit örökítették meg. A 20. század elejétől kezdve már ismerünk számos olyan felvételt is, amelyeken kézművesek láthatóak olyan munkaközben, láthatóak munkaközben, műhelyükben, vagy gyakrabban a megfelelő fényviszonyok miatt a szabad ég alatt házuk udvarán tevékenykedve. A későbbiekben, amikor erre már a fényképezés technikai feltételeinek fejlődésével lehetőség teremtődött, teljes munkafolyamatokat is rögzítettek fotósorozatokon. Ezek a fotósorozatok ma már az etnográfiai, antropológiai leírással egyenértékű forrásai a néprajztudománynak. Horváth Katalin fotósorozata, amelyen a 20. század utolsó évében két balmazújvárosi kalaposmester, Mihalkó Zoltán és Mihalkó Gyula látható műhelyükben hagyományos eszközökkel tevékenykedve tulajdonképpen ebbe a sorba is beilleszthető. E fotósorozat lapjait nézegetve azonban nem csak a megörökítés gesztusát érzékeljük, hanem átsüt a képeken a megőrzés, az értékmentés parancsa is. Ezeknek a képeknek ma már több mint 2 évtizedes távlata van, és e távlatot csak mélyíti az a tény, hogy a rajtuk látható mesterek életműve azóta sajnos már lezárult. Az idősebb mester, Mihalkó Zoltán, 1924-ben született Balmazújvároson. A mesterséget édesapja Mihalkó János kalaposmester műhelyében tanulta meg. Mihalkó Zoltán 1940-ben állt be édesapja műhelyébe tanulónak, 1946-ban tett mestervizsgát. 1959-ig önálló mesterként Balkányban és Balmazújvároson dolgozott. Ezt követően a helyi herbária üzemében volt alkalmazott főállásban, a kalapos mesterséget csak a munka mellett folytatta. Nyugdíjazását követően újra kizárólag a kalapkészítéssel foglalkozott. Kalapjait a mesterség hagyományos eszközeivel és hagyományos módon csak kézimunkával készítette, a gyapjú megmunkálástól a kéz kalapig. Készített pásztorkalapokat, a különböző tájegységekre jellemző paraszti és pásztori viseleteket, de az úgynevezett petőfilónyai kosutkalapokat is el tudta készíteni. Gyakran rendeltek nála fémkészítéshez kalapokat, süvegeket. Az alkotó tevékenységének legszebb darabjai a pusztai pásztorok kalapjai voltak. A kalapformák közötti hagyomány szabta apró eltérések tudásának birtokában készítette a csikós, a gulyás, a juhász és a kondás kalapokat. A Hortobágyi Pásztormúzeum korábbi kiállításán megjelenített vásári kalapos sátorhoz a Déri Múzeum tőle rendelt több sorozat pásztorkalapot. Mihalkó Zoltán 1974-ben népi iparművész címet kapott, 1980-ban elsősorban a hortobágyi pásztorkalapok kiemelkedő színvonalú elkészítéséért megkapta a népművészet mestere címet. Debrecenben hunyt el 2009-ben.
A fiatalabb mester, a képeken látható fiatalabb mester, Mihalgó Gyula 1949-ben szintén Balmazújvárosban született, Kalapos dinasztia tagjaként. Édesapja műhelyében ismerkedett meg a mesterséggel. Édesapja, Mihalkó Gyula, ugyancsak az édesapjától, Mihalkó Jánostól tanulta a mesterséget. Az első kalapot még 15 éves korában készítette el saját részére. Középiskolai tanulmányai befejeztével a debreceni Biogel gyógyszergyárban helyezkedett el, majd hosszabb ideig a Nagyhegyesi Termelőszövetkezetben dolgozott. Munka mellett nagybátyja, Mihalkó Zoltán kalaposmester műhelyében segédkezett. Eközben különböző szakmákat tanult, és többek között elvégezte a gépipari technikumot is. Eleinte kizárólag pásztor és hagyományos parasztkalapokat készített, később próbálkozott a kor igényeinek megfelelő, divatosabb fazonokkal is, ezek közül azt hiszem a teremben is látható több is használatban. A pásztorkalapokat az 1880-as évektől alkalmazott kézi technikával készítette. A hortobágyi pásztorok mellett a néptáncosok is igen kedvelték munkáit. Közülük néhány a munkái közül, tehát Mihalkó Gyula munkái közül néhány közgyűjteményekbe is bekerült, többek között a Debreceni Déri Múzeum is őrzi egy pásztorkalapját. 1999-ben, tehát akkor, amikor ez a fotósorozat készült, Népi Iparművész címet kapott, 2003-ban nyerte el a Népművészet Mestere címet a hortobágyi pásztorkalapok és a hagyományos paraszti kalapok készítéséért. 2016 novemberében hunyt el. A Mihalkó család története Balmazújvároson Pozsonyi József kutatásai alapján tudjuk, több mint 150 évre nyúlik vissza. Ősük feltehetőleg az egykori Zemplén megye Varannói járásából vándorolt le az Alföldre, és talált itt otthont s munkalehetőséget. A gyapjú kalap készítésének nehéz fizikai munkával és komoly tapasztalati tudással párosuló tudománya a családban 5 emberöltőn átszállt a belenevelődés és a konkrét átadott ismeretek, például a receptek, méretek, formák alapján nemzedékről nemzedékre. A mesterség hagyományozódásának ezt a természetes láncolatát a 20. század közepén a kedvezőtlen körülmények megakasztották. Az 1950-es években politikai nyomásra a kisipar folytatása szinte lehetetlenné vált, és ezzel együtt a vásárlói igények is megváltoztak, és az olcsó tömegáru megjelenése se kedvezett a hagyományos mestereknek. Mindezek következtében a balmazújvárosi kalaposok is kénytelen voltak, ahogy a két életrajzból is kiviláglott, kénytelenek voltak főállásban más tevékenységet folytatni, és a kalapossággal csak idézőjelben, szabad idejükben tudtak foglalkozni. Ilyen formában látensen azért tovább élt a gyapjú kalap készítésének módszere Balmazújvároson. Utolsó felívelő szakaszában a felé irányuló tudományos érdeklődés hatására is többek között filmek és tudományos feldolgozások készültek a kalapkészítésnek erről a nagyon régies módjáról. Tehát az utolsó felívelő szakaszában az újvárosi kalapkészítése az említett, a képeken látható mesterek által már a népi iparművészet rangjára emelkedett. Napjainkban pedig a hagyományos gyapjukalap készítése deklaráltan nemzeti érték. Horváth Katalin képeinek, amelyek a Mihalkó kalapos műhelyben a gyapjú feldolgozás fázisait ábrázolják, ma már technikai, fotótechnikai értelemben is több mint 2 évtizedes távlata van, hiszen ezek a felvételek még analóg fényképezőgéppel filmre készültek. Itt a sarokban látható is az a Canon gép, amellyel Katalin ezeket a képeket készítette. Megjegyzendő, hogy ez a fényképezőgép is jelenleg a kiállító teremben látható. A fotográfus itt bemutatott igen értékes, érdekes gyűjteményének részeként.
A kiállítóterem falain látható fotósorozat mellett Horváth Katalin fotós pályafutásának is táblata van. Hosszú utat járt be, hiszen műteremben dolgozó fényképészből a szakma megtanulható fogásait elsajátítva lett egy napilapnál fotóriporter, s mellette saját igényességétől hagyva folyamatosan képezte magát alkotókörökben és alkotótáborokban. Pályája során még aktív fotóriporterként élte meg a fotográfiában a nagy paradigmaváltást, az analóg technikáról a digitális fényképezésre való áttérést. A jelen kiállítás több vonatkozásban is közelmúltunk egy szelete. Egyfelől ábrázolja a 20. század végén egy nagymúltú hagyományos mesterség átadásának fáradtságos, ugyanakkor mégis örömteli munkáját, valamint hírt hoz a riportfotó korabeli színvonaláról is. Azt csak remélni tudjuk, hogy a balmazújvárosi kalaposmesterek hagyományos tudása nem csak a tudományos közleményekben, a róluk készült filmekben és az ilyen fotósorozatokban él tovább, hanem ha hiátusokkal, megváltozott körülmények közt is, de folytatódik a család újabb generációinak körében is. Ezeknek a gondolatoknak a jegyében nyitom meg a kiállítást, és kívánok mindenkinek nagyon kellemes időtöltést a kiállítóteremben. Köszönöm a figyelmüket! Köszönjük! Kedves megjelentek! Szeretnénk mi is a Semsei Kastély nevében a köszönetünket kifejezni Horváth Katalinnak a képek felajánlásáért és a további segítségekért. A kiállítás Horváth Katalin fotói segítségével a kiemelkedő nemzeti értéknek minősített Mihalkó-féle hortobágyi pásztorkalapok mestereinek munkáját tárja az érdeklődők elé. A mesterség örökség kiállítással a Mihalkó családi kalapos műhely folyamatos értékkörzét tevékenységére hívjuk fel a figyelmet. Kérem, tekintsék meg a kiállítást, ezt követően pedig szeretettel látjuk vendégül önöket itt az emeleti előtérben. Én a szervezők nevében is megköszönöm, hogy eljöttek rendezvényünkre. További szép napot kívánok!